Talán kevesen tudják, de a sakknak több ezer változata létezik. Csak a hagyományos 8x8-as táblán hagyományos figurákkal játszható változatokból is rengeteg van. Ezekből gyűjtött össze 200-at Birkás György, 200 játék a Sakktáblán című könyvében. Számos változat létezik azonban eltérő táblamérettel vagy különleges alakú táblákon. Az egyik legelterjedtebb ezek között az 1936-ban bemutatott hexasak, mely változat annyira népszerű volt egy időben, hogy 1976-ban megjelent egy hexasak újság, több Európa-bajnokságot rendeztek belőle, és 130 ezer hexasak készlet is gazdára talált. A hozzáértők véleménye szerint a hexasakban nagyobb az esélye, hogy találunk okos, kreatív és bátor megoldásokat, amik sikerre vezethetnek. Nagyobb figyelmet igényel, kicsit más gondolkodást, mint a hagyományosak, és a hibázás veszélye is nagyobb, ezért eltérő szintű játékosok között sem annyira egyértelmű a végeredmény. Nem tipikus, hogy azt érzi valaki, a játszma már az első néhány lépés után eldőlt. Magyarországon a sportág egyik elterjesztője, Rudolf László, aki ismét összehívta a sportág hazai szerelmeseit egy versenyre. A vírushelyzet miatt tavaly ősszel nem tudtuk megtartani ezt a versenyt, ami tavaly lett volna a 40. országos bajnokság, a 40. évforduló tiszteletére, plusz még Daros Endre emlékversenynek is neveztük. Csúszott, most megrendezzük, aztán idén lesz még egy országos bajnokság, a 41., úgyhogy semmi nem maradt ki. A versennyel tisztelegtek Dallos Endre emléke előtt, akiről Rudolf László azt mondja, nélküle nem lett volna ilyen a magyar hexasak, mint ahová fejlődött. Az első táblát ő nyomtatta a mohácsi nyomdában, tehát egy csomó dolgot ő, én mondtam, hogy mi kellene, együtt megírtuk, és akkor ő az idősebb jogán ő sok mindent meg tudott csinálni. Mielőtt a bábuké és a tábláké lett volna a főszerep, Rudolf László egy olyan gyűjteménnyel kápráztatta el a jelenlévőket, melynek emlékei között majd mindenki találhatott magának valami személyeset. Azt szeretném, hogy felhívni a figyelmet, hogy milyen komoly, elsőbb a szellemi értéke van, és mi jött össze ez alatt a 40 év alatt. Itt azért mutattam meg, hogy nincs is itt minden, csak mindenből egy-egy szeretke a versenyekről, akkor a különböző játszma gyűjteményekről, újságokat csinálgattunk már annak idején, akkor én magam is kezdtem most feldolgozni az életem történetét, és aminek a hexasak a nagy részét kiteszi, és ezeket mind, hogy megmaradjanak az utókornak, és szeretném, hogy ezek előbb-utóbb levéltárba kerülnének, hiszen ott biztos helyen vannak, mert ha mi meghalunk, akkor fene tudja, hogy a mi utódaink esetleg mit csinálnak vele, és ezért gondoltam, hogy most kéne összeszedni még a hexasak, amikor sajnos már lemenő ágban vagyunk, de nagyon sok dolog van, amit meg kell őrizni az utókor számára. Bozsalik Róbert polgármester méltatta azt a munkát, melyet Rudolf László és családja végzett a hexasak érdekében, hiszen lányai is komoly erőt képviselnek a sakkéletben, annyira, hogy Anna lánya nemzetközi nagymesteri címet szerzett és nagykövete a sportágnak, így aztán rendkívüli büszkesége Bátaszéknek. A női versenyzők megítélése ebben a sportágban is különleges, mondta a mezőny egyetlen hölgy tagja, akit az országhatáron túl is számon tartanak, és aki maga is Rudolf tanítvány. Az én sakktörténetem az úgy kezdődött, hogy az apukámtól tanultam meg az első lépéseket, és ez valahogy nekem ez úgy tetszett már, és a hagyományosban kezdtem el először úgy sakkozgatni, de mindig csak ilyen hobbi szinten. Tehát én nekem nem volt soha edzőm, se semmi, csak ilyen saját kis agyszürke sejtjeimet mozgatva próbálkoztam, és akkor így indultam egy-két ilyen versenyre, mindig ahol dolgoztam, ott is, hogyha voltak ilyen sportrendezvények, akkor abba is részt vettem, és ott szerencsémre azért mindig volt olyan is, hogy tehát, hogy ha együtt is játszottunk, mert általában úgy zajlanak ezek a sakkversenyek, hogy nem külön játszanak csak nő a nővel, mert kevés, nagyon kevés sakkozó van, női sakkozó, hanem együtt játszunk a férfiakkal, és amikor az eredményt nézik, tehát akkor abból szempont, tehát van külön női részről is, meg a férfi részről is, ugye nézik, hogy versenyzett az ember, hogyan sikerült. A hagyományosban is, meg itt is, hogyha, szóval nehezebben tűrik el, hogyha egy női játékostól valaki kikap. Hogy volt olyan, hogy valaki majdnem fölborított a sakkfigurákat, meg kirohant, meg minden, szóval nehezen viselik el, hogyha egy női játékos legyőz egy férfit.
A sportág népszerűsége rohamosan csökken, mondják a versenyzők. Napjainkban jó, ha 7-8 versenyzővel tudnak lebonyolítani egy-egy viadalt. Így a bátaszéki bajnokság résztvevőit tekintve tükrözte a mai helyzetet. A jövőre nézve Rudolf László gyűjteménye a tervek szerint egy kiállítás formájában is megtekinthető lesz az érdeklődők számára.